A megvert diák édesanyja úgy véli, hogy az esetet igyekeznek elkendőzni, mert eddig nem történt felelősségre vonás a tetlegelés miatt. A napokban a tanfelügyelőség két képviselőjének és az iskola illetékeseinek újból elpanaszolta elégedetlenségének okait. Elveszítette önuralmát és az iskola pedagógusára támadt. Egy szülő, egy anyuka, miután különböző rágalmazásokat, támadásokat intézett az iskola ellen. Tehát amikor az inspekció jelenlétében tehát bebizonyosodott, hogy ezek a rágalmazások nem igazak, alaptalanok, sértegetni kezdte az iskola munkásait, és végül megütötte iskola pedagógusát. Hát ez egy nagyon szörnyű eset az iskolánk számára is, de gondolom az egész oktatásügy és a társadalom számára is. Az eset után az iskola vezetése feljelentést tett a magáról megfeledkező szülő ellen. Az igazgató szerint a média is felelős, hogy hírt adott egy olyan esetről, ami az iskola területén kívül történt, és amely mögött nem kizárt, hogy zsarolási szándék rejlik.